itt a vereség oka valójában az ugye egyrészt ez a Gyurcsány jelenség, tehát hogy sajnos a volt Jobbik szavazók azok nem merték, vagy nem adták le a szavazatukat egy olyan formációra, amiben azért a háttérben csak ott van Gyurcsány Ferenc, és a Fidesz nagyon jól elhitette azt, hogy valójában Gyurcsány kormányozna, és a másik oka a háború. A Gyurcsány jelenség egymagában elég volt egy Fidesz győzelméhez, tehát nem tudom, 4 óriás plakát volt, ahol engem összegyurcsányoztak, de arról nem beszélek. Hát meg minden... a miniferi kampányra az is. Az egyik például, de minden SMS-t, amit kiküldtek, az mindig Márki-Zay és Gyurcsány vezette baloldal, vagy inkább Gyurcsány és Márki-Zay vezette baloldal. Tehát ment ez az uszítás, ez önmagában meghozta volna Fidesznek a többséget. Amit még ők se reméltek, az az volt, hogy a háború pártisággal vádoló, vagy háborúval uszító, riogató kampány, az nekik a többséget, vagy a kétharmados többséget is meghozta. Ez valóban váratlan volt, még őket is meglepte.